Sánchez úr egy napja. Ő Sánchez úr. Szeretettel bemutatom önöknek. Sánchez úr egyszer elhatározta, hogy elmegy Szolstok úrhoz, mert azt tudta meg valakitől, hogy a Szolstok úrnak, aki 50 centi magas volt, ja, 150 centi magas volt, van söre. De azzal indult el, hogy tudta, hogy Szolstok úr sörét három vad védi. De azért elment, hogy megpróbálja, hát ha ad neki Szolstok úr. Ment, mendegélt a hosszú pingpong úton. Egyszer csak odaért Szolstok úrhoz. És így szólt. Szervusz Szolstok úr, tudom, hogy te 1,50 magas vagy. Kibebaszott magas. De szeretném, hogyha adnál nekem egy kis sört. Szevasz Sánchez, mi a lófaszt akarsz tőlem? Szépen beszélsz, szeresedek, mert szétütöm a szád. De hát most miért? Miért mondod ezt? Én csak egy kis sört. Jaj, ne beszélj így, mert akkor szét kell, hogy üsselek. Na, azt megnézem. Na, ide figyelj, te kis Szolstok. És ezzel a lendülettel leütötte Szolstok urat, majd jó megtaposta. Jaj, ne Sánchez, hagyj inkább adok sört. De hiába, mert Szolstok úr meghalt. És még le is fejelte. Majd, akkor mondta, gondolta, akkor egyedül elveszi a sört. De ott állt a három vad. Szervusztok, vadak. Szervusz, Sánchez. Mi a kurva anyátok jöttél? Én szeretném azt, hogy ahogy adnátok a sört, és akkor nem esik bántódásotok. Hiába vagytok hárman. Hülye vagy te fiam, mert három kellnek, az kiáll egy magas sörért. Igen. Szédítem a szátokat. Az ugyan biztos. Ugyan már? Na próbálkozz. És egy ütéssel leütötte mind a hármat, majd letaposta a fejüket. Így, szépen. És jövélt a sör, amit megcsókolgatott. És most, kedves nézőink, ne figyeljenek ide, reklámok következnek. Borsodi, az élet habos oldala. Tididididi, Tékon. A kábelem minden más. Az élet habos oldala.